Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket, ez itt a Székely Konyha, a Hargita Stúdió gasztromagazinja. Gyergyó Ditróban vagyunk, Molnár Réka tortasztájlisztnál és cukrásznál. Réka, mit főzünk ma? Ma egy mozzarellás csirke mellett készítünk petezselyemöntettel, és epres, pezsgőhabos mandulatortát fogunk készíteni. Így van, annak az apropóján, hogy afrodiziákumok kell kerüljenek az ételeinkbe, mert Valentin napra készítjük. Mivel kezdjük a munkát, Réka? Megsütjük a piskótát, mert ugye annak ki kell hűlni, ki kell hűlni, addig nem tudunk vele dolgozni. Szóval van, mi kell hozzá? 5 tojásunk. 5 tojás. Ezt légy szíves, válasz szét. Tojássárgát ide, tojásfehérjét ide. Jó. Jó. Nehéz munkát bíztál rám azért. Nehéz, akkor nem muszáj. Rendben. És te addig mit fogsz készíteni? Fog kell lenni még nekünk hozzá. Jól csinálom, mert olyan nagyon nézed. Nem akartalak azért megijeszteni, nem hogy fogsz, nem tudok. Ketten, hogy hamarabb megcsináljuk, mindjárt, hogy hamarabb menjen. Előkészítettük a sütőformát. Mi most szív alakú tortát fogunk készíteni. Egy csipet sunk, és akkor ezt én mixeljem? Igen, légy szíves, kemény habbá kell verni. És én adom a tojáshoz tettünk 25 deka cukrot, 10 deka, igen, visszaraktuk az 5 tojássárgáját, 5 kanál tejet, beleraktunk 10 deka mandula őrleményt, és 15 deka sütőporos lisztet. Tehát a liszthez hozzáadtam a sütőport, ami körülbelül 10-15 gramm, egy csomag. Értem, jó, értem. Ezt most belerakjuk a sütőformába, és mehet a sütőbe. Ez a piskóta az egyik legfinomabb, mert nem szárad ki, és olyan sokáig finom puha marad, de napok múlva is finom puha a mandulának köszönhetően. És akkor ezt most betesszük előmelegített sütőbe. Sütőbe körülbelül 30-40 perc sütőtől függően. Persze, ha a sütőnk gyorsan süt, ami nem ajánlott, akkor kell hamarabb nézni. Igen. Jó? Jó. Kedves nézőknek azt is eláruljuk, hogy mi most egy picit csalunk. Réka ugyanis a tegnap megsütötte már a tortához a piskótát, hogy ma ne kelljen, arra várjunk, hogy hűljön a torta, a tortalap. Miért jó megsütni hamarabb, akár egy nappal is a piskótát, Réka? Mindenképpen jót tesz neki akkor, hogyha áll egy picit, de főleg, hogyha hűl, mert melegen nem tudunk vele dolgozni, hogyha meleg a piskótánk, nem tudjuk betölteni krémmel. És persze, ha van időnk, akkor várhatunk, de azért elég hosszú idő, ami kihűl, erőszakkal nem lehet hűteni a piskótát, mert akkor szárad. Úgyhogy neki egy természetes hűlés kell, lehetőleg a formájába, és akkor nagyon finom puhára hűl. És szebben lehet szeletelni. Mennyi idő alatt hűl ki körülbelül a te tapasztalatod szerint? Hát ideálisra kell legalább 3 óra. Legalább három óra. De egy éjszaka a legjobb. Este megsütöm, reggel nagyon jól lehet vele dolgozni. Mondjad, Réka, hogy milyen krém lesz. Lesz pezsgőkrémünk, ebben van 1,5 deci pezsgő, vörös, édes, rozé pezsgő. Hozzá van rakva, beáztattam, van 1,5 csomag zselatin, tehát a 1,5 deci, ez 1,5 csomag zselatinben, és körülbelül 10 deka porcukor. Igen. Ezt be is áztattam előre, látjuk, hogy már milyen
kocsonyás, zselatinos. Ebből lesz a pezsgőhab. Igen. És itt van az eper, fagyasztott kerti eper, ami le van cukrozva, hogy a cukorral együtt olvadjon ki. Hozzá fogunk rakni egy kis joghurtot, és ebből lesz az eperhab. Látok csokit, meg mandulapelyhet. Igen, csoki és mandulapelyhely lesz a tetejére díszítésnek, és még lesz eperszemek, amennyire éppen maradtak, mert ugye a fagyasztott eperolvadás után azért nem marad éppen a legszebb. De most még nincsen friss eper. Jó. Helyes, mivel kezdjük? Lássunk hozzá. Azzal fogjuk kezdeni, hogy keverünk egy nagy adag tejszínt. Amit úgy szoktam én, hogy teszek hozzá két evőkanál mascarpone-t. Igen. És körülbelül fél liter tejszínhabot. A mascarpone-től nagyon finom, krémes íze lesz, és nem az a kimondott tejszín íze, hanem egy igazi krémet kapunk. Mondjuk el azt is, Réka, hogy a mascarpone az tulajdonképpen mi? Édes zsíros sajt, nem is fél zsíros, mert zsíros. Ő sajt, csak édes. És legtöbbször süteményekben használják, de az ételekben is előfordul. Jó, ezt akkor. Felvertük a tejszínt, amiben tettünk pici mascarpone-t, ugye mi következik? Most ezt a pezsgős zselatinos keveréket meg fogjuk egy kicsit melegíteni, ugyanis a melegítés után fog a zselatin hatni. Azt is mondjuk el, Réka, hogy mennyire melegítjük a zselatint, nem, mert... csak csípősre szabad melegíteni, ami azt jelenti, hogy... ha az új begyünket beledugjuk, akkor enyhén csípős. De nem szabad forró legyen, nem szabad főjön, mert akkor elveszíti a zselésítő hatását. Tehát éppen csak megmelegíteni. Azt amúgy onnan is fogjuk látni, hogy kavargatás közben szép egyenletes lesz, nem ilyen szemcsés, mint most. Igen. Amíg ezt melegítjük, addig rakunk egy kis... joghurtot, két kis kanál joghurtot. Tegyek ide az eperhez? Igen, és kavarjuk össze homogén állagúra. Fantasztikusan jó illata van ennek az epernek még a fagyasztás után is. Igen, a házi epernek, igen. Az jó is lesz. Egy edényben külön fogunk tejszínhabot szedni. Körülbelül mennyit? Hát igazából nekünk van, két részre van vágva a piskótánk, és egy-egy helyre, egyik helyre eperhab fog menni, a másikra pedig pezsgőhab. Értem. Úgyhogy mekkora piskótát sütöttünk, annak függvényében, nem tudom, ez úgy már négy evőkanálnyi lehet. Felvert tejszínhab. Ehhez légy szíves, add hozzá az epret, és kavarjon el. Igen. A pezsgőhabnak is ugyanúgy. Kb. Ugyanannyi tejszínt fogunk. És meghagyunk egy picit. Igen, a külső díszítéshez. A hagyom. Bevonáshoz. Ez is úgy két-három evőkanálnyi, szóval gyakorlatilag megpróbáltuk három egyenlő részre elosztani a fél liter tejszínt, amit kevertünk. Jó. Én azt hiszem, hogy ez jó, kész van. Jó, az kész van, nagyon úgy érzem. Akkor most mi következik? Egy kis kóstolót. Kóstoljam meg. Igen. Érződik, ja. Érzed a pezsgőt benne? Miért talán ezt mégis ott teszem. Azért hát választottam rozé pezsgőt, mert az erősebb, és hogy jobban érződik, mint egy sima fehér, de azzal is finom. Értem. És akkor kezdjük most lerételni, ugye? Így van. Azért van itt a sütőformánk, mert mint látod, ez viszonylag nem olyan kemény, mint az a hab, tehát folyékonyabb sokkal, és be kell rakni a hütőbe legalább egy órára, hogy megkeményedjen. Ugye a zselatin majd a hütőbe fogja kifejteni a hatását, és majd megdermed, és ilyen buborékos, érdekes, állagú krémet fogunk kapni. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Jó, örülök. Na, szóval alsó réteg piskóta. Erre fogom rakni a pezsgőt, pezsgőhabot, és arra gondoltam, hogy egy kis eperszemet is rakhatnánk bele. Hát, ahogy gondolod.
te vagy ebbe a főnök. Amikor szeleteljük, akkor majd... Majd olyan érdekes, hogy köztem még van egy gyepercem. Így van. Értem. A levélből is cseppenthetünk, mert szeleteléskor nagyon jól fog mutatni. Erre jön a második réteg piskóta, ugye milyen érdekes színe van a mandulától. És ilyen nagyon jó a textúrája, és olyan jó puha, buborékos. Olyan finom az olajtól. Amúgy, hogyha a sima piskótát sütök, mindig rakok bele egy kis olajat, hogy puha legyen. És akkor most jön erre az eper réteg. Igen, az eper habunk. Ezt most be fogjuk rakni a hűtőbe legalább egy órára. Hogy megdermedjük. Igen, és miután megdermed, azután díszítjük. És addig elkészítjük a főétet. Addig így van. Jó. Közben előkészültünk a főételhez, a mozzarellás csirkéhez, amit most úgy tudom, hogy be fogunk fűszerezni. Mivel így fűszerezzük? Van. Fogjuk fűszerezni. Van egy speciális fűszeres só, amit én készítettem. Mit raktál bele? Fokhagymát, rozmaringot. Jó sok fokhagymát, rozmaringot, egy kevés piros paprikát, és bazsalikom leveleket. És ez érlelődött, már az ősz óta érlelődik, még egy kevés van belőle, de után lehet tölteni. Ezzel fogjuk fűszerezni, és egy csipet piros paprikával, még külön a színe miatt. A színe miatt. Így van. Na jó, akkor csináljuk, és ezt csirkemel, ezt filézett csirkemel. Igen, lehet disznóhúsból is, tehát karajból, de most, hogy ez hamarabb készül, könnyed, meg a legtöbb ember is, jobban szereti azért. Amíg fűszerezed? Én ezt fűszerezem, légy szíves, ezt a hőállott állat kent ki egy kis vajjal. Igen. Nézést. Nézem, hogy veszek én egy kicsi kanalat, hogy jó. Ne nyúljak csak úgy bele. Az oldalát is jól kenjem ki, vagy csak igen, az alját. Igen, igen, igen. Nem árt az oldalának sem. Azért nem rakok külön fokhagymát és... külön már egyéb fűszereket, mert hogy a sóban minden benne van. Öntünk egy kis olajat a serpenyőbe. És abban meg fogjuk sütni. Meg fogjuk pirítani, nem sütjük észre, csak megpirítjuk a csirkét. Megmelegedett az olaj, úgyhogy szépen egyenként. Kellemesen sercegj. És nem pirítjuk, csak épp amíg kifehéredik, ugye? Igen, igen. Egymás mellé raktuk, mert jön rá a sült paprika. Igen. Ez üzleti sült paprika, tehát meg van sütve, meg van hántva, hámozva, és ecetes lébe el van rakva, de amúgy házilag is szoktam készíteni, én csak lefagyasztom, és felengedés után ízesítem balzsamecettel és fokhagymával. Miért jó megsütni a csirkehúst fehéredésig, mielőtt még sütőbe tennénk? Így magába zárja a nedveket, az ízeket, a fűszereket, és nem fog már levet engedni a sütőbe, és nagyon finom puhára fog párolódni. Nem fog száraz lenni, mikor kivegyük. Még mi jön rá? Jó, erre fog jönni a mozzarella golyó. Mozzarella. Igen, csak a mozzarella golyó szeret nagyon gyorsan elolvadni, ezért most ezt így berakjuk a sütőbe, kb. Majd elfelejtettem egy kis főzőtejszín kíséretében. Attól lesz még finom krémes, mártás is hozzá, és 10 percre berakjuk a sütőbe, és 10 perc múlva fogjuk rárakni a mozzarellát, mert ha nem, az teljesen szétolvad, nem fog látszani. Értem. Jó? Úgyhogy ez most megy is a sütőbe. Majd később még megszórjuk zöld fűszerekkel a mozzarella tetejét, és akkor nagyon látványos lesz. Addig meg előkészítjük a salátát és az öntetet. Rukkola, saláta a választás. Megmostam, lecsöpögtettem. Sokan nem tudunk mit kezdeni a rukkolával. Van egy nagyon érdekes diós íze, de amúgy isteni finom. Szerintem. Én nagyon szeretem. Mi kerül a salátába? Salátába kerül rukkola.
fog kerülni egy kevés paradicsom, egy kevés hagyma és retek. Csak az íze miatt nem akarjuk elrontani a hangulatot, de jót tesz. Meg fogjuk sózni, szintén a fűszeres sóval és egy kis balzsamecettel. És egy kis olajjal. Ez is fűszeres olaj. Én érleltem, van benne rozmarin, csili, fokhagyma, bazsalikom, menta. Igen, az még a titkos hozzávaló a menta. És pár hétig sötét helyen kell érlelni, és aztán lehet használni. És az olaj az oliva? Olívaolaj, persze, természetesen. Díszítésnek vághatunk rá egy ilyen paradicsomot is. Ez egy koktél paradicsom. De már lassan tavaszodik. Nagyon igényeljük a friss zöldséget. Úgyhogy jön bele a retek. Ezen mindjárt felvágjuk a rukkola salátát. Muszáj kézzel forgatni, mert nem tépkedtük össze, így szép. Ennek most kell állnia egy kicsit, de még a sütőben van is a hús, úgyhogy lesz ideje. A petrezselyem benne van? Benne van, egy fél csilit teszünk. Én azért rakok csak egy felet, mert nagyon csíp, de hogyha valaki nagyon szereti, akkor tehet egészet is. Ez mindenkinek az ízlésére van bízva. Ez hova jön? A salátához, vagy a csirkéhez? A csirkének lesz az öntet. Öntetként. Igen, értem. Teszünk hozzá olívaolajat. Egy kicsi ilyen csodaolajat. Csodaolajat, igen. És az egészet össze fogjuk aprítani, turmixolni. Mozzarella golyót használunk, ezt látod, igen. Ez a saját leve, így árulják. Még nem próbálkoztam, hogy elkészítsem. Ezt felszeleteljük békony szeletekre, és rárakjuk a hús szeleteinkre, és fűszerezzük, és még egy kicsit vissza fog menni a sütőbe. Nagyon látványos. Most nekünk ez pedig egy elég látvány étel. Így van. Le akarjuk nyűgözni szívünk választottját. Akkor oda kell tenni. Így van, bele kell adni anyait. Igen, egy kis szárított majorannát és szárított bazsalikumot készítettem elő. A bazsalikum is ugye afrodiziákum, majorannáról nem tudom. És ezt visszatesszük, ezt visszatesszük akkor körülbelül a sütőbe még 10-15 percre. Igen, ezt már figyeljük, hogy mikor már kellőképpen elolvadt a mozzarella, akkor van kész. Akkor kész van, igen. Jó. A husikánk sül. Igen, lehűlt a tortánk. Látjuk, hogy amikor miután kivettük a formából, szép, mindenhol szépen egyenletesen megkeményedett. Nyilván legalább 2 óra kell a hűtőbe, de ha több időnk van, az még jobb. Most le fogjuk sima-sima tejszínhabbal egy kicsit az oldalát kenni, hogy ragadjon meg rajta a mandula, meg egy kis csokit fogunk olvasztani. Napraforgó olaj, tehát étolaj. Tehát sima étolaj. Sima étolaj kell a csokihoz. És beteszem a mikróba. De gőz fölött is lehet. És akkor gyorsan ezt. Tehát ezt szerintem bárki meg tudja csinálni. Természetesen, ez egy nagyon könnyű recept. Egy kis tejszínhab, mindenképpen jó lefödni a piskótát bármivel, csokival, tejszínhabbal, vajkrémmel, bármivel, mert nem tud akkor száradni. És egyébként egy nappal azelőtt elkészíthetjük a tortát a hűtőbe. Csak jót tesz neki az, hogyha áll, összeérnek az ízek. Jó, ezt nem is fogom ennél jobban részletezni, lássuk a csokit. Az a lényeg a csokinak, hogy egy nemű. Ez kell igen, most. Masszává olvadjon. Ez úgy körülbelül jó is, úgy látom. Igen, nagyjából jó lesz. És akkor óvatosan a torta szélére, nem is akarom az egész tetejét, csak a szélét, hogy ragadjon meg majd rajta a mandula. A csoki is afrodiziákum, nagyon igen. Annak tartják, úgyhogy azért is rakunk egy keveset, ki nem hagynánk.
Így van. És a csoki cinket szinte mindenki szereti. Aki nem szereti a barna csokit, az tehet fehéret is helyette. Most megszórjuk mandulával. A mandulát is afrodiziákumnak tartják, de nem bizonyított tény. Alexandre Dumas szerint, vagyis az a hír járja, hogy Dumas a szerelmi légyotjai előtt mindig mandula levest fogyasztott. Persze, ezt most már bebizonyítani nem tudjuk, de nagyon nagy nőcsábásznak tartották annak idején, úgyhogy egy próbát megér. Hát ha Dumánál beállt, akkor valószínű, hogy igen. A mandula fogyasztás minden esetre. A székely férfiaknál is be fog válni. Minden esetre gondolom, a mandula nagyon egészséges, sok benne a vitamin. Na, amennyire épek maradtak ezek a kis eperszemek, de szépen rá fogom kanalazni. Ha van friss eper, lassan most már fog megjelenni, akkor friss eperrel. Akkor természetesen azt. Friss eperrel. Szerintem ez az eper is isteni nagyon jó. Finom. Nem éppen csak olyan ropogós szemek, viszont igen, annál finomabbak. Így van. Hát itt már annyi finomság van még. Még van, amit raksz erre a tortára? Egy nagyon kevés szívalakú csokoládéra gondoltam. Na, még szívalakú csokoládét. Na, hát azért a csokit is se hagyjuk el teljesen. Valentin napra készülünk. Hogy ne kelljen a csoki forgáccsal kínlódni, akkor még ez. Tehát csak úgy lazán. Csak úgy lazán, úgy, ahogy tetszik nekünk. Hogy legyen valami extra. Rakunk egy olyan mágiát. Igen. Az igen. És rakunk még kis. Szerintem kész hát, is van. Most már így látom is, hogy díszíteztem. Eddig csak ilyen halvány elképzelésem volt, de hát ez valami fenomenális. Készültünk a gyertyafényes vacsorával, igen, ugye? Most már jöhet akár a szerelmünk, igaz? Igen. Tehát mondjad, Réka, hogy mit készítettünk? Készítettünk a mozzarellás csirke mellett rukola salátával, retekkel, és készítettünk epres-pesgő habos mandulatortát. Ezt még kimondani is hosszú. Igen, de igazán oda tettük szívünket, lelkünket, reméljük a szeretett ember is értékelni fogja. Kedves nézők, ha velünk tartottak a főzésben, akkor jó étvágyat, és mindenkinek viszontlátásra. Viszontlátásra.